Vasárnap folytatódtak a küzdelmek a soroksári sportcsarnokban. Ezúttal az U11-eseké volt a terem. A színvonal az ugyanolyan jó, mint tegnap volt, én azt gondolom a hajtás is ugyanolyan jó. Érdekes, hogy a tegnapi naphoz képest pedig csak egy évvel fiatalabbak, vagy két évvel fiatalabbak, de mondjuk a taktikai rész az látszik, hogy egy kicsit kevesebb, viszont a lelkesedés meg az ügyesség az ugyanúgy megvan. Kétszer négy csapat nevezett a délelőtti küzdelmekbe. A házigazda Soroksár mellett szerepelt a CHC, a Vasas Kubala Akadémia, valamint a Rafc. A másik csoportban pedig a Honvéd, a Mészőfoci Suli, a Grund FC és az RTK. Ezúttal egy kicsit alul maradtak a várakozástól a mi fiaink. Gyakorlatilag rossz sorsolást adtak, ha lehet ilyet mondani, a szerencse folytán az alsó ágra kerültek, egy győzelem, egy döntetlen és egy vereség, rosszabb gólkülönbséggel lettek csoport harmadikak, így az ötödik helyért tudnak játszani, viszont abszolút nem keltettek csalódást. Az ötödik helyért a Honvéd fiataljaival játszhattak a házigazdák, és komoly csata alakult ki. A kapuk csak ritkán voltak veszélyben, aztán egy védelmi hibának és egy remek egyéni teljesítménynek köszönhetően sikerült a piros-fehéreknek megszerezni a mindent eldöntő gólt. Kincses Péter, az U11-esek edzője, eképpen értékelt. Szerettem volna a gyerekeket látni terembe is, és ők is azért szeretik, hogyha ilyen tornákon veszünk részt. Azt kell elmondanom, hogy a csoportmeccsek alatt ott volt egy mérkőzés, ami egy kicsit jobban sikerülhetett volna, egy kicsit több szerencsénk van, akkor lehet, hogy most a harmadik helyre játszanánk, vagy esetleg a döntőt, ez most így sikerült. A legjobb soroksári játékos címet begyűjtő Dan Csábel láthatóan csalódott volt, de jól érezték magukat a tornán. Hát el akartuk venni a Honvédot, de valahogy nem sikerült. Bal szerencse is volt benne, meg nem tudom, nem sikerült. Próbálkoztál, volt egy jó szlalonod, talán ha az ott jön, akkor nagyobb sikeretek lett volna. Igen, szerintem az jó lett volna, csak hát sok a helyzetet rontottunk el, meg nem tudom. A védelem igyekezett feltartóztatni az ellenfeleket, erről Bárci László beszélt. Te irányítottad a védelmet, hogyan értékeled, mennyire működött ma jól a védelem? Hát attól függ, hogy ugye beengedtük magunk mögé a játékosokat, és így kaptuk a gólokat, és igen, ennyi. A góllövéssel hadilában álltatok, mi lehetett a baj? Nem tudom, hát a terem, szóval, hogy fülön edzünk mindig, és ugye a terem. Hát terem, ennyi a baj. Ki ellen volt a legnehezebb, melyik ellenfél nem? Szerintem a Vasas, meg a Honvéd, és ennyi. A többiek is erősek voltak, de ők nagyon hajtottak. Ez a két csapat, akik nagyon hajtottak tényleg. A döntőt a Vasas Kubala Akadémia és a Mészőfoci Suli vívta. Parás küzdelmet hozott a két piros-kék alakulat küzdelme, amit végül a büntető párbaj döntött el. A két kapus parádésan védett, ám végül csak az egyik csapat nyerhetett, és ez a Kubala Akadémia lett. Igen, két jó csapat játszott, egy igazi döntőbe illő mérkőzés, láthatott a közönség, izgalmukkal, feszültséggel, és amivel mi jöttünk ki, most győztesen. Teljesen elégedettek vagyunk a torna szervezésével, a résztvevő csapatokkal, illetve a mutatott játékkal is, nem csak az eredmény függvényében, hanem amit a gyerekek visszaadtak a héten gyakoroltakból. Az eredmény hirdetésen Zúriák József, felnőtt csapatunk pályaedzője adta át a díjakat a dobogósoknak. Jó volt látni ezeket a srácokat futballozni, nagyon sok ügyes gyereket látok. Sokkal tehetségesebbeket is, mint én voltam ilyen koromban, de hát csinálniuk kell, és hát reméljük, hogy ebből a sok ügyes gyerekből, jó néhányból lesz majd NB1-es játékos is. Nyolcadik lett az RTK csapata, hetedik lett a Halász Foci Suli, hatodikak lettek a házigazdák, a Soroksár SC, ötödikek a Honvéd fiataljai, negyedikek a Grund FC játékosai, harmadik helyezést ért el a Rafc, másodikak a Mészői Foci Suli, és az első pedig a már említett Vasas Kubala Akadémia. Külön jutalmazták az egyéni teljesítményeket is. A gólkirály címet Fekete András, a Mészőfoci Suli játékosa nyerte el 5 találattal. A torna legjobb kapusa a Vasas Hálőre, Csaplár Gergő lett, a legjobb mezőnyjátékos Mihály Bálint, Rafc, és a legjobb soroksári játékos Dan Csábel lett. A szervezés magas színvonalát Orosz Ferenc, a Grund FC edzője is kiemelte. Igazából minden torna szolgálja a felkészülést annyiban, hogy látjuk, hol vannak a hibák, mire kell hangsúlyt fektetni. Erre tökéletes volt, a hely gyönyörű, a csapatok nagyon jók voltak, nem volt igazán kilógó csapat, minden mérkőzés éles volt, úgyhogy nagyon örülünk, hogy itt lehettünk, és köszönjük a meghívást. Folytatás egy év múlva. Hasonló, magas színvonalú játékot várhatunk a fiatal játékosoktól a 2017-es évben is.